Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Veterán Masters és a Mozgáskorlátozott Országos Bajnokságról. A Veterán és a Masters kategóriának ez már a utolsó nekifutása, hiszen a 4., 5., 6. forduló végén itt már bajnokot avatunk. A Mozgáskorlátozott kategória pedig most kezdte meg az Országos Bajnokságát, ők az első 3 fordulóban versenyeznek. A mozgáskorlátozott versenyzők most ott a pályának az elején vannak, ott a büfé felüli részen, úgy szoktuk mondani. A veteránok az 1250-es táblától indulnak, és hát a mozgás, a Masters kategória pedig az 1000-es métertől kezdődően mennek szépen a büfé irányába. Egy versenyző mondta le a Mastersbe, úgyhogy ott a 24-ből csak 23-an folytatják sajnos a versenyt, most is Ráccsal. Itt mögöttem a veterán kategóriának a szektorát látjátok. Nagy a küzdelem, hiszen borzasztó meleg van itt a szegedi Matyéri evezős pályán, de hál' Istennek a halaknak a kapókedvén ez nem látszik, hiszen nagyon szépen kezdik el fogni a versenyzők. Betudható ez annak is, hogy ugye teljesen szét van szakítva a pálya, itt a két kategória között is egy 200 méteres megszakítás van, utána újabb megszakítás után jönnek a mozgáskorlátozottak, úgyhogy abszolút nem zavarják be egymásnak a halfogását. És hát ugye nem olyan népes mezőny, úgyhogy van bőségesen hal ebbe a vízbe ahhoz, hogy ennyi versenyző egy jót tudjon versenyezni, vagy akár egy jót tudjon szórakozni ezen a bajnokságon. Hát a mozgáskorlátozottak ugye elkezdték, a veterán és a Masters kategória pedig be fogja fejezni ezt a bajnokságot, úgyhogy a végén egy eredményhirdetéssel zárunk, ahol majd bajnokot is fogunk avatni, de hát addig még sok minden történik, hiszen még csak az első fordulónál jár.
Véget ért a Masters és a Veterán Bajnokság. 6 forduló alapján itt ül velem szemben a két magyar bajnok, velük fogok beszélgetni néhány szót erről a nagyon kemény bajnokságra, mondhatom azt. Az első 3 forduló átóképpen, most pedig a Matyi Éri vezős pályázat otthon ennek a színvonalas magyar bajnokságnak. Holler Laci lett a Masters bajnok 12 ponttal 153 ezer grammal, és Tímár Gábor pedig a Veterán Bajnok 8 ponttal, hihetetlen, 6 forduló alapján 154 kiló fogot hallal. Néhány szót hagyj kérdezzek, izgalmas volt a vége, hiszen nem volt biztos egyikőtök se abba szerintem, hogy bajnok lesz. A mai nap úgy fordult, hogy sikerült mindenkinek jó szerepelni. Lacit kérdezem először, mi okozta ezt a nagy hajrát, hiszen 4 pontot csinálta ebbe a 3 fordulóba. Én mondtam neked, mikor beszéltünk néhány napja, hogy ez a precizitás, amit te csinálsz a munkádba, a szerelékeidbe, a rákészülésre, ez előbb-utóbb meg fogja hozni a gyümölcsét. Ez most így lett, Laci. Így van. És ez tulajdonképpen egy egész éves fölkészülés. Több éves, ez nem is egy. Arra gondoltam csak, hogy ahogy kiderült, hogy Matyéren talán lesz világbajnokság, különös motivációt adott, és egész évbe készültem. Tehát itt a felszerelés megújításától kezdve a szerelékkészítésig. Sok minden van benne valóban. És az utolsó, a hajra, amire gondolsz, az pont azért volt érdekes, mert hogy ott összefújt a szél sok nagyon jó horgászt az utolsó fordulóba, és itt szerintem sokszor szinte a szerencse döntött, még az is a javamra. A kérdés az, hogy mi döntött? Fölszerelés, etetőanyag, etetés, taktika, edzés, mi volt az, ami szerinted mellét billentette most a mérleg nyelvét? Szerintem az, hogy én a 3 nap szinte ugyanazt csináltam, aránylag magabiztosan, és működött is. Azok a versenytársak, akik legalább olyan jó vagy inkább jobb horgászok, mint én, azoknál ez nem működött valamiért. Nem volt ott a hal, vagy valami épp akkor nem működött náluk. Azt, mi volt a legjobb távolság, ezt hogy áruljuk el azért, gondolom, hogy nem nagy titkot mondasz, hogy mi az a horgász. Én mindig azt kerestem, hogy hol van egy olyan patka, vagy egy olyan mélyedés, vagy valami olyan, hogy fenéken egy olyan alakulat, 8 méter távolság körül, amit meg lehetett horgászni. És ez volt akkor kiebb... a... Igen, igen. Értem. Tímár Gábor, első éves veterán horgász, végigjártunk a világon már közösen is, hogy néhány helyet azt mondhatom, de igen. Ez a 8 pont az is magáért beszél. 154 kiló fogott, ha is 6 fordulóban 8 pont. Gabi, minek köszönhető ez a nagy erős sike, hiszen a második is, igaz, hogy 9 pontos volt, az nem volt egy különbség, de mégiscsak te vagy az első. Hát én azt gondolom, hogy csatlakozva Lacihoz, én is egy kicsit most már jobban ráérek arra, hogy fölkészüljek normálisan. Aha. Te nagyon jól tudod, hogy annak idején azért futtába csináltunk mindent, mert más dolgunk is volt. Most én is úgy gondolom, hogy föl tudtam jól készülni ezekre a versenyekre, és hát nyilván neki szerencsém is volt, mert Józsi bácsival, meg Czakó Janival fejfej mellett voltunk, és nekem volt szerencsém nagyobb. Én azt gondolom, hogy őnekik ugyanaz a gratuláció jár, mint ami bármelyikünknek, mert ez nagyon kemény csata volt. Azért 65 év fölött már... 4 órát végnyomni egy 36-os hőségbe, az nem semmi dolog. Biztos mindenki tudja, ti is, és aki majd nézi ezt a videót is, hogy a magyar úszós horgászat a világ élmezőnyében van. Tehát akár nőit nézzünk, akár fölnőtt férfit, akár a veterán Masters-t, mindig voltunk már a dobogón, vagy valamilyen olyan szinten. És különös apropója ennek a beszélgetésnek most itt a végén, hogy jövőre itt rendezzük a Masters veterán mozgássérült világbajnokságot. Ez szerintem egy jó fölkészülés volt ez a mostani verseny. A pálya egy másik arcát mutatta, mint az elmúlt években. De azt gondolom, hogy mind a keretkialakítás, mind pedig a taktikai kidolgozás alapján egy hasznos dolog volt. Laci, hogy látod? Egészen biztos. Tavaly is horgáztunk már itt, azért voltak elemek, amik hasonlóan működtek. Tehát voltak olyan bevált dolgok, amiket jó volt tudni és elővenni esetleg. Én azt gondolom, hogy szerelékkészítésben a gumik mérete, a horgok mérete, mit hogy vált az ember, nagyon sokat számított a tavalyi év is. Gondolom a jövő év akkor csak rakódik így a jövő évi versenyre. Én még azt szeretném hozzáfűzni ehhez a dologhoz, hogy ez nem csak a pontról fog szólni. Tehát magamból kiindulva én a 3 fordulóba azért egy-egy órát, egy másfél órát idézőjelben is halasztam, ami ilyen 10 kilókat adott, és ugye az kellett azért a harmadik fordulóba nem, de az első két fordulóba kellett a kis halazás, és azt gondolom, hogy ez a fajta horgászat viszont még egy-két embernek a kezébe hagy kívánni valót maga után. Tehát én azt gondolom, hogyha föl szeretnénk készülni egy francia, egy olasz, egy angol csapat ellen, akkor ezt is be kell építeni a horgászatunkba mindenképpen, ezt a spitzkotos horgászatot, és azt sem
mindegy, hogy hogyan. Sőt, ezt majd később vagy kiderül, hogy milyen spitzbotos horgászat lesz. Így van. Uram, gratulálok mindenkinek, sok sikert kívánok a továbbiakban is, és hát találkozunk itt a világbajnokságon. Köszönjük szépen. Köszönjük. Laci, még egyszer. Köszönöm, Gabi, köszönöm.